A VR piac kicsit elcsendesült 2020-ra, átadta a stafétát a Sony és Microsoft párosnak a konzolgenerációváltás ürügyén, de azért a virtuális valósággal foglalkozó alkotásokból is termelődött annyi, hogy össze lehetett állítani egy kellemes kis ötös listát. Több olyan játékkal is lehetett találkozni, melyek nem konkrétan VR alkotásnak születtek, így a Paper Beast és a Dreams esetében is örvendetesek voltak ezek a funkciók. A Vader Immortal 2019-ben már hasított PC-ken, de 2020-ban a PlayStation 4 VR szemüvegeit is uralma alá hajtotta a sötét oldal elejével, és az Electronic Arts sem akart kimaradni a VR buliból, ami közel sem lett igazi sikerélmény. A Medal of Honor Above and Beyond legnagyobb hibája, hogy egy hardveréhes mocskos szörnyeteg, viszont sokkal nagyobb probléma, hogy egy elavult VR játékmenettel áldotta meg a Respawn Entertainment az új Medal of Honor-t. The Walking Dead fronton sem sikerült túlságosan jóra az AMC saját VR alkotása az Onslaught, pedig az eredeti karakterek társaságában történő harcolás ütős alapnak bizonyult. Na de most már lássuk 2020 legjobb VR címeit akadt pár fényünk alatt. Az első látnivalók bizalomgerjesztőnek tűntek a vasembert középpontba állító VR játék kapcsán, de a látványos akciókon túl sekélyes lett a végeredmény, így a Marvel's Iron Man VR csak az ötödik helyen tudott nálunk nyitni. Ez pedig egy kifejezetten jó eredmény, elvégre a Metacritic-es 73 pontos értékelése is jelzi, hogy csak a nagy átlagban képes repkedni a nemes fényharcos. Mondjuk ad egyfajta hangulatot, ahogy a rail shooter-szerűen repkedve a vasember sisakjából az előttünk megjelenő kezelőrendszer társaságában durrogtatjuk az ikonikus fegyverzetet, így szerintem részünkről megtisztelő az ötödik helyezés. A Microsoft a pár évvel ezelőtti nagy ívben leszorom a PC-s játékosok mentalitást igencsak sikeresen iktatta ki, ugyanis nem csak minden Xbox cím érhető el egyszerre személyi számítógépeken is, de még olyan klasszikusokat is újraélesztettek, mint az Age of Empires széria, vagy a jelenlegi zsenialitásuk a Microsoft Flight Simulator legújabb felvonása. A nyáron megjelent remek mű tovább próbálhatja lenyűgözni a rajongókat, ugyanis az év utolsó heteiben megérkezett hozzá a VR frissítés, ami még tovább fokozza az élményt, igaz, közel sem tökéletes, eddigre nem működik hibátlanul minden headsettel, és a vezérlőket sem támogatja rendesen, szóval kicsit felemás végeredmény született. A Skydance Interactive bizony baromi király kis VR címet rakott össze a The Walking Dead-re építkezve. Mondjuk a legkomolyabb kapcsolódási pontot az élőholtak biztosítják, ugyanis itt nem nyüzsögnek körülöttünk a széria ikonikus szereplői, itt a mocskosul kemény világ végén egyedül kell helytállnunk. Ezért is lett kifejezetten szórakoztató túlélősdi a Saints and Sinners, ugyanis van tétje, elvégre az amortizálódó fegyverünk esetében mindig kell utánpótlásról gondoskodni. Egészen használható lett az irányítás, főleg a közelharci fegyverek végzik majd a meló oroszlán részét, elvégre a lőfegyverek a szűkös utánpótlás hiánya mellett még hangosak is. Az egészen tartalmas történet kapcsán megjegyezhetjük, hogy talán még sosem volt ilyen király élmény a VR-os zombiírtás. Az Electronic Arts-ot sokat ostoroztuk már, hogy nem képesek értékelhető módon kihasználni a náluk punyadó, lehetőségek kimeríthetetlen tárházaként szolgáló Star Wars licencet, míg nem fel nem csillant a remény a Jedi Fallen Order-rel. 2020-ban még nagyobbat tudtak robbantani, ugyanis a régi zseniális klasszikus X-Wing vs. TIE Fighter-t megidézve egy csak űrcsatákra kiegyezett alkotással lepték meg a rajongókat a Squadron képében. És hogyha már csak belső nézetből harcolhatunk, akkor ezt még nagyobb buli egy VR sisakban tenni, ugyanis a részletesen megtervezett pilótafülke látványa is elsőrangú, a csaták addiktivitásáról pedig már nem is beszélve. Szóval simán ezüstérmes nálunk a VR-os Star Wars-ozás. Hát a kurva anyját a Valve-nak. Évekig nem képesek kezdeni semmit a Half-Life szériával, belekenik a rajongók arcát a szarba, majd utána a semmiből előkapják a Half-Life Elixet. Fogták és megmutatták, hogy milyen formában is lehet 2020-ban rendes VR játékot is készíteni, sőt, még a Half-Life világa kapcsán azt is leszögezhetjük, hogy még mindig bőven van benne potenciál, nem kellene ezt elhanyagolni. Fergeteges gameplay-el és tűpontos VR élménnyel dérfezték fel az Elixet, jó pár évre volt szükség, hogy a kezdetben kicsit esetleges VR koncepciók után megszülessen az első olyan alkotás, ami hibátlanul illeszkedik a VR koncepcióba. A környezettel való interakció egy sosem tapasztalt mestermunka, és a harcok kivitelezése is példaértékű.
Ügyes történetvezetés mellett változatos játékmenetet is kapunk, a gravitációs kesztyűs feladványok pedig legalább olyan élvezetesek, mint a dinamikus harcok, ráadásul még a megvalósítása is elképesztően lögös. Kétségtelen, hogy még idegesítő hibái ellenére is az évtized legjobb VR játéka lett.